A hús átvette a főszerepet itt a konyhánkban, vele Nyida László és Szántó Zsolt is. Orsi, milyen kedves tőletek férfiaktól, hogy egy ilyen férfias munkába Orsit is beengedtek, egy hölgyet, hogy ez így hogy van? Kénytelenek. Te, igen? Nem vagyom, hogy ne kimaradjak ebből. Te adod bele a női finomságot a kolbászban. Na, mitől jó lesz jó ez a kolbász, és mit csináljunk? A békésőben készülő kolbász, mint ahogy említettük, nem egy gyári termék, hanem háznál készítik, családoknál. És kézműves kolbász, hogy szokták manapság mondani. Van, kézműves kolbász, a hús már le van darálva, igen. Ez most 5 kg hús, amit itt látunk, de egy 10 kg húshoz úgy van összeállítva, hogy 70% a hús vegyesen, mindenféle hús, és 30% a szalonna. A 10 kg húshoz 25 deka piros paprikát teszünk. Igen. Ez úgy oszlik meg, hogy 15 deka ebből édes paprika, és 10 deka pedig csípős. Mehet is közben, csinálhatjuk is, hogy lássák a nézők is, hogy azzal kezdjük, hogy a fokhagymát azt szépen egyenletesen elosztjuk a darált húson. Fontos információ, hogy az őszi fokhagyma jó. A nagyon fontos szerepe van a tartósításban a fokhagymának. Tavaszi és őszi fokhagymát különböztetünk meg, a kolbászba az őszi fokhagymát szoktuk tenni. Uh-huh. Őszi fokhagyma. Annyit tudni kell még a kolbászhúsról, ugye, hogy csak válogatott húsok kerülnek a Békés Csabán környékén készülő kolbászba, 70% színhús és 30% szalonna, uh-huh. amit összekeverünk, látszik is, hogy nagyon szép az állaga. Érdemes gyúrás előtt az összes fűszert... Azt sót ráteszitek mind? Igen, összes fűszert bekészíteni és kimérni a húshoz, mert ugye vannak olyan anekdoták, hogy töltés után derült ki, hogy kimaradt valamilyen fűszer a kolbászban. Hát amikor már sok pálinka, ugye? Hogy nem? Pálinka mindig... Ezt ti mondjátok, mert ezt itt tudjátok, én csak így sejtem. Többnyire ásványvíz. A pálinka mindig elfogy, azzal nincs. Nagyon fontos a fűszerkömény, hát ez is egy nagyon fontos adalék a környékünkön készült kolbásznak, ebből is. Tehát, hogy igazából nincs olyan titkos összetevő, amit most mondjuk így nem mutatnátok meg, sima alap dolgok vannak, csak az arányokon van a hangsúly, vagy itt most mi az? Az arányokon van a hangsúly, és nagyon fontos, hogy a hús hideg legyen végig. Megmutatom, tehát ezt is hidegen hoztuk ide. Nagyon jó, nagyon intenzív. Hiszen ha felmelegszik a hús, akkor megromolhat a kolbász, tehát hidegnek kell lenni. Különösebb titka nincsen a receptnek, hanem minden háznál egy kicsit több csípős paprikát tesznek, egy kicsit kevesebbet, egy kicsit több sót vagy kevesebbet, tehát ezen múlik. Nagyon fontos a paprika minősége, hogy házi paprika legyen, lehetőleg helyben termesztett piros paprika, fűszer paprika legyen. A fűszereknél is nagyon fontos ugye a termelési hely. Tehát a fűszernövényeknek a beltartalma nagyban függ attól, hogy hol termelik, hol állítják. Látszik, hogy gyönyörű, egyébként tényleg színe van a paprikának. Mi Békés Csabán ugye szigorúan ragaszkodunk a Békés Csabán környékén termelt paprikához. Hiszen jó, de azt is látni, hogy a férfiak beszélnek, és a hölgy végzi az úgynevezett piszkos munkát, mert hogy az ő keze, olyan, azért ez is szép munka megosztás, látod? Erre? Látom, hogy ha a kolbász készít, ezt te fogod majd ezeket vinni. Megkérnék Békát, hogy szálljon be, akkor ő is a hagyulába. Azt szerettem volna kérdezni, hogyha én mondjuk nagyon szeretem a csípős dolgokat, akkor ezt az arányt lehet változtatni, hogy egy kicsit csípősebb legyen mondjuk a... Sőt, sokan változtatják is, valamelyik csinálnak erős kolbászt, ami még a csípősnél erősebb. Mit kell csinálni? Kezdhetjük hogy... mondjuk az egyik igen? oldalon, begyúrni, te mondjuk azon az oldalon. Bátran. Ez milyen jó, nem? Hogy itt férfiak mi így nézzük, hogy igen, így a hölgyek így gyúrják, és még megesszük a végét. Férfiak feladata a pálinka elfogyasztása. Tehát, hogy elbegyűrni. A papikáról hadd mondjak még el egy olyan anekdotát, hogy... Homogén állagot kapjunk, nem? Hogy a... Igen. Az anekdóta szerint a Napóleonnak köszönhetjük, másikra. Hogy ilyen paprikás a olyan. Békés Csaba környékén készülő kolbász. Úgy mondják, hogy az a napóleoni háborúk ideje alatt az angolok blokkád alá vették Európát, és hiánycikk lett a bors. És ekkor a csabai gazdák gondoltak egyet, és erős paprikával helyettesítették a borsot, és az azóta is így maradt, hogy a nálunk készülő kolbászban nincsen bors, csak paprika. Ezért egyébként tényleg azt figyeltem is, hogy nem raktok bele borsot. Nem, nincs benne bors, nincs. A kolbász elkészítése, ugye maga a kivitele, az több formában létezik, ugye lehet vékony kolbász, amiről már a... Igen, ami ott is van, gondolom, az asztalon, az a vékony kolbász, a sütőben is. Van a vastag kolbász,
ugye nem szalámi, hanem vastag kolbász, és ennek a betöltését fogjuk majd most nem sokára figyelemmel kísérni. Annyira jó nézni, hogy itt ezeket lehet. Ez meddig, mennyi ideig kell lakkozott körmeivel, hogy gyúrni addig kell, amíg érezzük, hogy elkezd tisztulni a kezünkről a hús. Tehát wow. Itt hagylak, jó? Én majd átmegyek. Igen, figyelj, köszönöm néha, jó? De ez egy nagyon-nagyon jó, tényleg így egy az, hogy tök jó érzés is. Meg is nyugtatja az embert, mert egy jó kolbászgyúrát, ez megnyugtatja az embert. Fontos információ az is, hogy csak pihent hideghúst készítünk, hideghússal dolgozunk. Nagyon fontos mindenféle szempontból, ezt most ne részletezzük, de a tény, hogy a jó kolbász az hideghúsból készül. Az elkészítés az többféleképpen lehetséges, lehet sült kolbász, ami remélhetőleg nem sokára lesz szerencsénk fogyasztani, illetve lehetséges füstölve elkészíteni. Azt tudni kell, hogy a vékony kolbászt 2-3 napig füstölik, hideg füstön és cselsavmentes fa fűrészporral. A vastag kolbászt azt pedig 5-7 napig füstölik. De az most egyre népszerűbb, nem ez a vastag kolbász, ez most egy ilyen trend lett, hogy ilyen vastag kolbászt teszünk, ez olyan jól is néz ki meg, nem? Vagy igen, és ebbe csak ezek a szemben, az alapanyagok. Nem tetszik nektek ez a trend, hogy most sok a vastag kolbászt tetszik. És ugye, ahogy láttuk, csak ezek az összetevők vannak benne, tehát semmilyen mesterséges anyag nincs benne, csak a hús és a négyféle fűszer, ami szintén trend. Most itt hagyunk meneteket, és átmegyünk Hevesi Krisztához.